A Fiatalok a Társadalomban című konferencián a kielcei, szovátai és természetesen a tatai diákok is tartottak egy-egy prezentációt demokráciai projektjük eredményeiről. A diákok nem sajnálva az időt és energiát próbálták megvalósítani kitűzött céljukat. Rengeteget dolgoztunk, hogy ez a projekt így végbe tud menni. Rengeteget beszélgettünk egymást, vitatkoztunk, hogy mi legyen maga a projekt, amit meg akarunk valósítani. Csináltunk egy ifjúsági fórumot még az ő során, ahol a diákok elmondhatták a véleményeiket, hogy mit gondolnak a városról, az ötleteiket, ezeket így összeírtuk, rendszeresítettük, és ebből választottuk ki magát ezt a projektet, hogy egy szabadtéri ifjúsági találkozóhelyet szeretnénk létrehozni. A képviselőtestület támogatta a tatai diákok projektjét, így már csak időkérdése, hogy mikor készül el a szabadtéri ifjúsági találkozóhely. Úgy terveztük, hogy az építők parkjában lesz, és hogyha minden igaz, akkor ez már a nyár folyamán elkezdődhet ennek az építése. Hát egy focipályát fog tartalmazni, kültéri pingpongasztalokat, ivókutat, egy padot, ahol a turisták és a kirándulni vágyók megpihenhetnek, és egy hát ilyen sütögetőszerűséget. A partnertelepülések tanulói sokat dolgoztak együtt, és ezzel sokat segítettek egymásnak. Tapasztalatot cseréltünk, ők is elmondták, ugye, hogy náluk, hogy alakulnak a dolgok, meg nálunk, és összevetettük. És ebből egy jó kis eredmény jött össze. Otthon pedig a szovátaiakkal, hát nagyon jó volt csoportmunkába dolgozni, hiszen sok olyan diák lehetőséget kapott megmutatni tehetségét az újságírásban. Először mi ugye kisebbe gondolkoztunk, nem mertünk ennyire nagyon belemenni, hogy demokrácia, meg hát úgy értve, hogy így egyből képviselőkkel találkozzunk. Hát olyan tervre gondoltunk, amit könnyebben meg tudunk valósítani, mint az újság létrehozása, vagy a zenekar támogatása, ami ugye csak a településen belüli önkormányzattal veszi fel a kapcsolatot. De hát nagyon jól működött a munka ugye az önkormányzattal is, úgyhogy szerintem mi is megpróbálhatjuk ugyanúgy, mint a tatai diákok, vagy a kielceiek, hogy hát nagyobb tervekbe gondolkozni, és megpróbálni megvalósítani őket.